A New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogi Alapítvány 1976 óta 2,5 millió határon túli magyar helyzetét segíti a Kárpát-medence Magyarországgal szomszédos államaiban. Munkájával erősíti a határon túli magyar civil szférát, és nagy hangsúlyt fektet a határon túli magyar oktatás és kultúra támogatására is. A Magyar Emberi Jogok Alapítvány, azaz a HHRF 1976-ban jött létre New Yorkban, amely a határon túli magyarok emberi jogi helyzetének folyamatos figyelését tűzte ki célul. 42 éve alakult a szervezet, és azóta folyamatosan azon van, hogy elsősorban határon túli magyar közösségeket segítse abban, hogy saját maguk rendelkezhessenek saját magukról. Tehát ehhez próbál muníciót szolgáltatni. A szervezet egyik legjelentősebb projektje a ReConnect Hungary Birthright program, amelyet idén 7. alkalommal rendeznek meg. A többetgenerációs észak-amerikai magyar fiatalokat célzó program egy több hetes magyarországi körutazás keretében segíti a résztvevőket magyar gyökereik felfedezésében. Ez a program, ez egyrészt már ott a magyarországi út előtt bekapcsolja a helyi közösségek és szervezetek munkájába, másrészt meg ugye egy kéthetes vagy több mint kéthetes magyarországi út során nagyon-nagyon sokszínűen igyekszik megragadni. Azt mondanám, hogy a mai Magyarországot a saját korosztályukkal való találkozási pontokon keresztül, a kulturális, gasztró és akár bulizós élményeken keresztül valahogy erősíteni vagy elősegíteni azt, hogy érezze meg, hogy mi az az ő sokrétű identitásából, ami ezt az oldalt erősítheti, fontossá teheti, kihangsúlyozhatja, és azt látjuk, hogy igen fogékonyak. Az alapítvány a rendszerváltás óta többször mozgósította a nyugati szervezeteket a határon túli magyar civil szféra támogatása érdekében. Jelenleg a Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezés aláírás gyűjtését segíti. A Minority Safe Pack-nek az a célja, hogy Európai Uniós szinten is jogilag szabályozza, vagy lehetőséget ad pontosabban a kulturális és nyelvi sokszínűséghez, a média megjelenítéshez, a regionális fejlesztésekhez. Tehát elég sokszélű, széleskörű szakpolitikai döntéshozatalban jelentene igen komoly előrelépést. A kezdeményezés sikerességéhez április 3-áig minimum 1 millió érvényes aláírásra van szükség az Európai Unió tagállamaiból.